Az anyakönyvvezető munkája nem csak a házasságkötésekről, a születésekről, de az apai elismerő nyilatkozat kiadásáról és sok egyéb adminisztrációról is szól. A tevékenység végzéséhez a megyei kormányhivatal által meghirdetett 2 hónapos szakképzés teljesítése is szükséges. A következő percekben az új gyáli anyakönyvvezetőt és munkáját mutatjuk be. Közfoglalkoztatottként kezdtem, és szép lassan feljutottam a szociális irodára, igazgatási iroda, és onnan idén átkerültem az anyakönyvvezetői részre. Idén végeztem el a szakképzést ehhez a munkakörhöz, amit kormányhivatalok szoktak meghirdetni. Ez egy olyan 2 hónapos képzés körülbelül. Milyen feladatai vannak egy anyakönyvvezetőnek? Mert olyan szép ez a szó, kicsit elemezzük ezt. Hát mindenki elsősorban ugye a házasságkötést, ugye a szép, látványos, de hát vannak ugye a halálesetek, a születések, illetve az apai elismerő nyilatkozatok is, amikkel azért ugyanúgy foglalkozni kell, mint egy házasságkötéssel. Egy ilyen város, mint Gyál esetében, ugye közel 25 ezer lakos esetében mekkora munkát jelent ez? Nálunk inkább a házasságkötés az, ami meg esetleg a haláleset, ami úgy sűrűbben fordul elő. Ez a napi élettel mit jelent? Tehát amikor valaki házasságot akar kötni, akkor önnél jelentkezik be, mennyien végzik ezt itt a városnál ezt a munkát? Nálam kell jelentkezni mindenképpen. Én vagyok az egyedüli, egyelőre anyakönyvvezető. A házasságkötésekhez van segítségem, helyettesem, viszont itt az irodai munka, papírmunka, egyéb háttérmunkákra csak én vagyok egyelőre, aki ezt végzi. Gyál város életében mennyire jellemzőek a házasságkötések? Az elmúlt időszakban növekednek, vagy mérséklődik, stagnál-e ez a házasságkötések száma? Nagyon változó. Volt időszak elmondások alapján, amikor nagyon kevés volt. Mostanság azért növekedik. Azt kell, hogy mondjam, hogy évente 80-100 esküvő szokott azért úgy megközelítőleg lenni. Életkori elosztás, fiatalok, vagy inkább ez kitolódott 30 év felett? Is, azt kell, hogy mondjam, mert sok fiatal is jön, de jönnek idősebb párok is akár, akik 50 évesek például, és most kötnek házasságot, úgyhogy nagyon vegyes. Megütötte a fülemet ez az apai elismerő nyilatkozat. Mit jelent ez? Az apai elismerő nyilatkozat viszont arról szól, amikor gyermek nem házasságban született, és akkor, amikor még pocakban van, akkor lehet apai elismerőt csinálni, illetve amikor már megszületett, és akkor az apuka a nevére szeretné venni a gyermeket. Sok az ilyen gyermek, aki házasságon kívül született? Előfordul azért, nem mondom azért olyan soknak, de azért akad köztük olyan, aki élettársi viszonyban vannak már évek óta, de nem házasodtak össze, és akkor náluk azért sűrűbb az ilyen. Ez akkor azt jelenti, hogy a következő hetekben, hónapokban, években önnel találkoznak a fiatal párok, hogyha kimondják a boldogító igent? Így van, lehet hozzám fordulni bátran kérdésekkel is, kérésekkel is. Nagyon szívesen mindenkivel megbeszélek mindent. Billy.